Nem teszik nekem ez a mosolyt. Figyeljétek, valami rosszat. Figyeltétek a szemét? Milyen gonosz lény villant bennem, amikor beleegyezett hamukbőke kérésébe. Én nem figyeltem a szemét, de a hangja is félelmetes volt, amikor azt mondta a lányának, hogy azt mondtam, ha! A szemében és a hangjában is volt valami ördögi, vagy inkább valami sátán. De utálom. Én is, mert látszik rajta, hogy nem szereti a sajtot. Én is, mert nem tudok mi a tebédot esziasztázni. Miért? Volt már ebéd? Ó, hát persze, hogy volt, hát előételként, hát beküldtünk fejenként két dupla sajtos tejfölös lángos. Vagy egy tál gőzölgő sajtkrémeles. Aztán következett egy hatalmas tál sajtos tiszta. És desszertként egy óriási kecske sajtorta. Ha, mondtam már fiúk, hogy csak mi való humor érzéketek? Nézzétek! Ez az édesanyám ruhája volt. Arra gondoltam, hogy egy kicsit átalakítom. Egy kicsit talán divatja múlt, de lehetne rátenni színes szalagokat. Aha, meg mosni! És szép modrakat is. És a készorul kell az egy macicsaj formájú legyezés. Aj, puszti kámas, hogyha megígérem, hogy hiányozni fog, hát magunkra az egy kicsit. Köszönöm. Olyan gyönyörű leszel. A herceg. De sem fogja menni róla a személy. Bizony. Mint az álmaimban, amikor a gyönyörű kivilágított bárteremből... Abom, mit vettek? Segíts öltözködni! Vasadj ki az új ruhámat! Vagy szere a gombokat! Abom, mit vettek? Hol van a gyűrmány tökéken? Mennem kell. Abom, mit vettek? Eddig várjak még! Jól van, megyek már. Igyekszem vissza, addig próbáljatok a teteket gyűjteni az átalakításhoz. Estére szép akarok lenni. Ne aggódj! Te bálint ma nélkül is ezerszerszer vagy, mint az a gonosz szörnyella, meg a trompi hugacskája. Jó! De azért mégsem állhat a hercegedé cselind ruhában. És szegénykének nem lesz ideje bálint ruhát varni. Ja, mert amint van egy szabad perce, rákezdenek mindette! Rakja tűzre, főzzél kávé! Macsagás, serint a tányé! Keresd meg a félpárt hibem! Gyere, szorítsd meg a tűzöm! Fésült ki az aranyhajó! Férjem, hogy én égem magam! Ma este én leszek a szépek szépe! Én meg ebben tetszek, felesége! Elhallgass, te szabadnapos bányai! Bocsi, de a herceg szíve már az enyém! És légy éltek boldogan, mint két szerető testvér! Bravo! Bravo! Fantasztikus volt, megszerű! Köszönjük a nőkül a lelkes tapsot! Valóban nagyszerű alakításokat lehetünk! De most igazán sürgős teendők várnak rá! Igazad van, ebben a ruhában nehéz lesz ellenállhatatlannak lenni. Ki kell találnunk valamit. Lássuk csak. Először is le kéne vágni szerintem az alját, mert túl hosszú. És ide tehetnénk néhány fodrot, és ide színes masnika, és ide a kivágás a díszítőszegényben. Jó, van egy csomó színes felagom itt is, és van róládikámban is. Egy-két óra és készen leszünk. Na, gyerünk lányok, húgára fel! De jó, olyan gyönyörű lesz a mi hamupipőké, hogy a herceg köpnyelni nem tud majd. Úgy mondják, te buta, hogy elállnál a szava. Buta, aki mondja. Na, elég legyen a kezetek nyelvő, ne osztáltok. Csináljátok. Hát, fészemmel is láttam, hogy ezek jól ítettek minket. Miért? Szeretnél egy gyűszűt az ujjadra, Szivi? Nem, Szivi. Csak jó lenne segíteni hamupipőkével. Ne izgulj, hát nekünk is lesz feladatunk. Ha jól ismerem Lucifert, már pedig jól ismerem, most is valami extra gonoszságon jár az esze. Ja, szembetűnően nagy a csend. Megfigyelj a lásokat elfoglalni! Kihallok már ilyet, hogy korgó gyomorral dolgozni. Puszti, hát ne morogj már folyton, hát nem hiszlek el, komolyan mondom. Itt van egy kis kalamberet, egy darabig elveszel, na! Sic! Hogy tett ilyen ügyetlen? Meghúztad a hajamat! Áú, ne húzd be annyira a fűzemet, mert megfulladok! Na ne lapatlakodj itt, menj inkább mostanra a kalamban a követ, és gazdasd majd Luciferről is! Igenis, anyám. Igaz, hogy ma már végig súroltam egyszer a padlót, de... biztosan nem volt elég alapos, úgyhogy nekilátok még egyszer. Máá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  Elnyújtjuk fel, reggel már megkaptad a tejadagot, nem volt elég? Jól van, mindjárt hozok a konyháról, és aztán el ne hisz, te torkos macska. Lódi.
Na, itt is a friss tejecske, csak is ő kandúsága kedvéért. Most meg mi van? Már nem szereted a tejet? A táladat szeretem. Miért nem hozod ide magadnak? Lucifer, tudsz róla, hogy kezdesz lassan elviselhetetlen házi kedvencé válni? Jól van, most az egyszer még kiszolgálnak, csak aztán ne égj vissza a jó indulatommal. Na, most már csönd legyen, én meg hadd végezzem a dolgomat. Hová tűnt a felmosó rongyom? Nem látta, Lucifer? Ott van. Hát ez meg hogy került ide? Csak tudnám. Na mindegy, a lényeg, hogy hamar nekiállhatok, mert még sok feladat vár rám. Igyekeznem kell már 4 óra, és én még egy öt is sem vartam a ruhámon. Na de Lucifer, micsoda dolog ez? Ezt tanultad a gazdától? Így kell meghálálni mások jóságát? Na azonnal tűnj a helyedre, mert különben olyat teszek, hogy magam is megbánom, masinem. Sajtokat rácsáló jogtalan lakásfoglalókra gondoltuk? Nem! Most valahogy nem jutott eszembe félni tőletek, bocsász! De kérlek, most ne zavarjatok, jó? Mert éppen pihengélek egy kicsit. Ha! Már nem csak állj! Mi a... Kékás! Vigyázzatok, a jobb kezem! Az veszélyes! De a baltól még én is félek! Igen? Én a helyedbe! Nem becsülném alá a büdös sajtokat, rákcsálokat! Nem bizony, mert mi nem árulunk zsákba macskát! Azt a bírom meg! De, ez nem volt valami félelmetes? Miért te talán jobbat tudsz? Hát, vigyázz magad, Lucifer, mert úgy kivágnak mi, mint macska szarni! Pisisegynek nem osztottam lapot! A saját súlycsoportodból válasz ellenfele! És ez volna te, híres kalóz kapitány? Aki a barátom ellenfelad, az én ellenfelad! Na csak uraim, csak nem folytatni akarják a múltkor félbehagyott csörtét? Állok elé! Na majd valamikor máskor, mert most egy picit álmos vagyok, úgyhogy nincsen kedvem ilyen pupsi-buksikkal játszadozni. Utána! Nehogy, a szemem nem téved! Vigyázz, Bobby, megérültek te! Én még kicsi vagyok! Sokat kell még aludnom, mire olyan nagy és ügyes leszek, mi? Ti úgyhogy... Én meg már szédülök az éjségtől. Uraim, hogyha nem jönnék vissza 5 percen belül, várjanak rám tovább nyugodtan! Menjél! Hát ez köddé vált! Nem akart az öklömmel találkozni! Ja! Szemmel láthatóan bevezetődünk! De legalább megvittük hamupipőkét! Nem igazán stimmel a lakozás, Guszki! Megvittük a mi hamupipőket? Nem! Hamupipőt? Nem! Ami
hamu. Nem? Na jó, figyelj, Gusztinka. Nézd meg, hogy benn vagyunk-e az egérünkben, jó? Hú, aksi, és közben megterítettek uzsonnához. Kiváló ötlet. Egy a fontos. Ne kerülj a szemünk elé, jó? És ha már ott így magad a Benőkét is, mert hát nem hiszem, hogy Lucifer tartósan lesz távol. Rendben, főnök, már itt sem vagyunk, főnök. Mondjátok meg Hamupi főkének, hogy sajnálom, hogy a továbbiakban nem tudok figyelni rá, de fontos teendői vannak, amik jelenleg minden erőmet lekötik. Okvetlenül megmondjuk neki! Ezt nem hiszem el! A városban minden valamire való lánynak gyönyörű és drága báli ruhái vannak, neki meg ezek közül a mojrátja rongyok közül kell válogatnunk. Most nézd meg, mama! Én igazán nem vagyok válogatosna, de micsoda oldivatú flincflancok lopnak róluk! Ez is például. Itthon megteszin az életünk legfontosabb pályán. Ezzel kivételesen én is egyetértek. Sőt, ha jól látom, Lucifer is, ugye? Miau. Na hát, vigyázz ezzel a macskával. Na mindegy. Ha már igazatok a lányok, új ruhákat kell vennünk, kerüljön bármibe. Menjetek előre, rögtön megyek utána, csak megkeresem a napernyőmet. Azt a vacak! De szemem meg szúrja ki! Ma este éreztétnek kell lennünk, amikor is a környék legszebb ruháit fogjuk viselni, hogy a herceg és a király számára megkönnyítsük a választást. Ugyanis itt az ideje annak, hogy az özvegy király ismét megházasodjon, és hát van-e jó parti egy jó nevű család nagy tiszteletben álló özvegy asszonyának? Nem mit válsz? Az előbb meg csak egy fogás volt itt. Vagy nem? Na mindegy. Újabban észrevettem, hogy romlik a látásom. És hát egy leendő királynénak fontos az éles látás. Van egy ilyen szorakozott uralkodó mellett. Holnap hivatni is fogom az orvosomat. Jó ég. Hát velem. Ha, nem csül ki mind a két szem. Minden esetre most sem láthat a két szemétől. Szemügy, én hamupipőke is, csak szálka a szemébe. Ja. Ne izgulj, árgulj szemekkel, követjük majd mindenhová. Te most szemtelenkedsz velem? Hát ez szem ágában sincsen. Na jó, most az egyszer szemetkülök a dolog föl. Ha! Minő kincs hever itt a szemébe. Hát csoda, hogy eddig nem szúrta ki a szemünket. Szemmel láthatóan ez egy apránc. Jaj. Tartj szemmel, addig én személyre veszem a többi hamut is, jó? Jó, van. Na, gyerünk, Jacky! Vaktyúk is talál szemet! Talál szem, talál csúk, szem. Na. Na, egy gyászat. Ugye? Hát én komolyan mondom, nem szeretek senki se szembe dicsérni, de hát ez a ból, na, hát valami fantasztikusan áll neked. Ugye? Szerintem mi szemre való kis darab. Tudom. Na, de inkább vigyük el ezeket habupipőkének. Még egész szemmel is kiváló kiegészítői lesznek a bári ruhájának. Jogos. Biztos úgy fog vigyázzanak, mint a szemek fényére, vagy van még annál is jobban. Hát, a szemükre is nagyon kell a vigyázni. Bízom, hát személy, külön. Hát, hagyjál itt magad. Jobban, sziaszt, nem én igazam. Csak most arra lettem kész a munkámmal. A hintó már előállt, nekem pedig még nincs kész a bálió. Túl szép lett volna, hogyha az álmom valóra van. Mit akarsz már megint? Én csak szólni akartam, hogy... Végeztél a kapott feladatokkal? Igen, és azért kopogtattam, mert... A hintó előállt, és a kocsi is ismét indulásra kész. Igen, ezt akartam mondani. Nagyszerű! És te? Így akarsz jönni? Nem, én itthon maradok. Hogy? De hát mi történt? Csak nem vagy beteg. Hát, ami azt illeti, elég sápatka. Nem, nincsen semmi bajom, csak nem készült el a báli ruhám. Nincs miben mennem. Ó, hogy mi ezt mennyire sajnáljuk. Ugye lányok?
Hát akkor majd legközelebb, kedvesként. Igen, majd legközelebb. Nálattátok a intó elő, hát nyomás, végezzétek el az utolsó simításokat, induljunk el, mert elkésünk. Ó Istenem, milyen is lehet egy ilyen bál? Azt hiszem jobb is, hogy nem mentem, mert biztosan nagyon unalmas. És a sok előkelő ember között nem tudnám, hogy hogy kell viselkedni. Nagyon zavarban lenni. Á, de hogy? Hát butaságokat beszélek. A herceg bája biztosan csodálatos lesz. És ez a sok gyönyörű ruháslány mind arra vár, hogy a herceg észrevegye. A herceg pedig táncolni fog. Hát ti, meg mit bazsajogtok nekem? Inkább kerítsetek valahonnan egy bári ruhát. Hát ez gyönyörű, ez az enyém. Thank you.
mélyen meghajolva, szerint mosolyan üdvözlőjétek. Várjátok meg engem is. Képzeljétek, elkészült a báli ruhám. Ugye milyen gyönyörű, tetszik. Gondoljátok, hogy így én is elmehetek a bába. Na de mama, nem arról volt szó, hogy őt itthon hagyjuk? Ha ez a koszos cselét beül mellénk a hintóba, akkor én itthon maradok. Na de lányok, mi a viselkedés az már megint? Elvégre kötöttünk egy megállapodást, ugye, hamukütője? Na csak! Milyen szép ez a nyaklánc, mintha igaz gyöngyökből lenne. Nem igaz, Bella? Jól van, mama, dicsérj csak azt a vacakláncot! Hiszen az én nyaklám csak mind keresett állat, és ez az én maszkim, és az én szalagom! Hogy merítetted ellopni? Na megállj csak, ezért még megfizet! És ha jól látom, ez meg az én hajdíszem! Tolvaj szarka! Lányok, lányok! Felesleges dolog, hogy felizgatni magatokat. Indulnunk kell, mert elkésünk. Úgy látszik, túl sok időd van, hogyha báli ruhákat tudsz varni magadnak. Tehát ezen könnyen segíthetünk, mert akad itt munka elé. Poröld ki a szőnyegeket, mosd le az ablakokat, a drapírját, a fali szőnyegeket, és súrold fel a teraszt, mosd le a lépcsőket, és tisztítsd ki a kémit. Mama! Gyengen, és válogass szépen a kölest és a lencsét, meg valaki véletlenül összekevert őket. De ami a legfontosabb, tanuld meg végre, hogy hol a helyed. Az álmokban. Azt hittem rólam is szólnak azok az álomszép mesék. Szegény hamupipőke. Ha te nem vagy boldog. Mi is boldogtalanok vagyunk. Ne sírj, mert mindjárt én is sírni fog. Kérsz első osztályodat is rá. Legszívesebben szembe köpném ezt a két felfogalkozó libát. Ne ragadtassuk el magunkat! Elég, hogyha a szállanként épjük ki az összes hajukat, aztán lábuknál fogva lógatjuk őket a padlás ablakán! Elég legyen, fiúk! Ez most nem segít! Én már nem hiszek soha többé. No. Nem hiszek semmiben és senkiben. Nem akarok többé álmodni. Nem akarok bába menni. Nem akarok látni a herceget. Biztos vagy ebben, gyermek? Ugye ezt te sem gondolod, komolyan. De igen. Ugyan kedvesem, ha nem hinnél az álmokban és a tündérmesékben, én sem lehetnék. Most pedig szállíts fel a könnyeidet, mert ilyen állapotban nem mehetsz bálba. Bálba? Ebben a rongyos ruhában? Jaj, hát ez bízcsak rám. Egy kis varázslat, és helyre jön minden. Csak hová is tettem a varázspálcámat? Sosem találom. A múltkor is át akartam változtatni egy egeret macskával. Vagy egy macskát egérni. Már nem is emlékszem. A lényeg, hogy az Istennek se találtam a pálcámat. Üzentem is a nővéremnek, tudod, az északi boszorkánynak fénypostával, hogyha van egy felesleges pálcája, akkor segítsen már ki. De sajnos egy sem volt neki. Mindig elfelejtem, hogy amikor nyugdíjba ment, nekem akkor az egész varázsbocsutta. Mondván, hogy neki már úgy sincs rá szüksége. Hát, ez az én formám. De nem kell aggódni. Hát, előbb vagy utóbb, de valahogy mindig előkerül. Bocsánat, a pálca. Jaj, erre gondolsz? Hát, ezt látnod kell, kedvesként. Ez maga a csoda. Azt kérdezed, hogy honnan van? Jaj, milyen kedves, hogy így érdeklődsz. Hát, akkor elmesélem. Na, szóval az úgy volt, hogy az üveghegyen túl egy elhagyatott, kocsa lábon forgó, várkalott a kertében, hevent a földön. Én meg hát épp arra jártam,
Már gyere ide, kedveském, és csukd be a szemedet, és kezdődjön a varázslat. Hogy is szól a varázsigém? Csiribibi! Csiribi! Csiribá! Abrakadabra! Hús! Mesélj! Rossz helyen áll! Vigyázz! Gyere egy picit előre, most már jól. Le van árnyékóka, minden érzi a fel. Csiribi! Csiribá! Abrakadabra! Hús! Mi a... Jackie, felocsukva első kábulatába.
első kaptatában, lovagiasan odalép a mozifőkéhez és a színpad elé vezeti, hogy a nézők is megcsodálhassák ezt a színeményt. Right time to roll.
hercegszék előtt, de nem láttuk az útfény, nem ilyen érdeklődik. Állj is mond, fiam! Úgy tűnik, hogy Edward herceg szinte már fából van. Na, mindegy. Ki a következő? Eloise Bella Dubois kisasszonyom, a nemrég megöltve nyűlt Madame Dubois szépséget. Szépséget, leányait. Felség! Engedje meg, hogy bemutassam az én büszkeségeimet Ellát és Bellát. Aki közül bármelyik is választja, ami szeretett hercegünk, biztos lehet bennük gondoskodó és odaadó feleség válik belőle. Mi van, fiam? De, felség! Micsoda magatlanság ez? Ki ez a lány? Istenem? Nem! Hozzájárt még a fiparban, és a vendéglisztentem szeretnél. Úristen, Tobiásra, hadd nem szabad a vendéglist, menjünk gyorsan a valcerszer, 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 világítás! De hát én a levelet sem. Viszontlátásra.
tudja, hogy elveszítem a fent, mert a nyakamat le, hogy Edward Herceg lefertett, ha megtudja, hogy eltűnt a caj, mint a kápfor. Hát borzasztó szerencsétlen vagyok. Hát pedig én azt hittem, hogy ez egy nyugdíjas állás. Hát lassan kitöltöm a szolgálati időt. Szép kis nyugdíjra számítottam örök koromra, aztán teszi, mert a kak! Ez a szerehúdik is húzka miatt. Hát itt hagyta a fél pár cipőjét, hallottak már ilyet? Na és... Mesélj, édes fiam, mi történt, miután megszabadítottak a szépséges Dubois lányoktól? Hát... semmi. Illetve... sok minden. Oh, igen? Hangár. Szóval a bájos, hogy neve, származásai, lakcíme, életkora? Nem tudom. Nem tudod? Ez melyik kérdésemre volt válasz, fiam? Mindegyikre. Mi az, hogy mindegyikre, édes fiam? Mit csináltatok ti a valcen után? Nem volt időtök megbeszélni ezeket a fontos dolgokat? Odáig sajnos nem jutottunk el. Hú, nem? Nem, de apám, de... És miért nem? Mert hogy... Ugye nem azt akarod nekem mondani, édes fiam? Hogy kirepült a kezeid közül ez a szépséges madárka? Hát nem vagy sikert, de hogy legalább a cipője megvan, ugye, Tóbiás? Cipője? A legalább itt a fele. Igen, a fele. Na ne bologassál, édes fiam, ne bologassál, hogy a szérkuszál jössz ezen az amúgy is csápás kis lábaidra. Fogd meg a cipőt. Szóval ennyi maradt a mennyasszonyból. Igen, Fertig, de ne tették kétség Berni, Fertig. Az orvos, mint megmondta Fertig, hogy vigyáznia kell a vérnyomására, Fertig. Na ti most ne az én vérnyomásommal foglalkozzatok! Te meg azonnal intézkedjél, édes fiam, különben olyan fülest adok, hogy még ott is megfordulsz a platába, ahol nincsen sem. Igen, itt Fertig. Most hová néz? Hát én csak intézkedni akartam. És mégis mit, te szerencs? Ja, hát gondoltam, azt majd útközben kitalálom. Apám, még nincs minden veszve. Arra gondoltam, hogy Tóbiás a királyi parancsra felmutatok minden házat, és akinek a lábára illik ez a cipő, az lesz a mátka. Hát ez meg! Jó módon is kell! Ezért veszel valaki egy ifjú hölgyet, nem a cipelője miatt! De apám, nem a cipő a lényeg, hanem aki benne van. Vagyis mit lesz? Nyugodjon meg, Felfi! Megtaláljuk! Ajánlom is, Tóbiás fiam, ajánlom is! Akkor én megyek itt, előkészítem a hintót, igen! Apám, ez a lány olyan, mint egy... Na milyen, fiam? Dök ki! Ő az igazi! Tudom, érzem! Te komolyan azt hiszed, hogy az egész királyságban csak egyetlen lánynak van ilyen cipelője? Nem, de ez az egyetlen nyom. Pedig szabadság! Hoppá. Hát be akarok kapnunk. Apám, amikor... Te megismerted anyát, és először megérintetted a kezét, akkor te is azonnal tudtad, hogy ő az igazi? Ó, édes drága fiam. Abban a percben még a csillagok is sokkal a szebben ragyogtak. Na látod, te akkor találtad meg a szerelmet, én meg most. Jó. Édes fiam, akkor tedd, amit a szíved diktál. Tudod, ennyi uralkodás után már rájöttem, hogy nincs is nagyobb hatalom az igaz szerelemnél. Úgyhogy menj is, találd meg azt a lányt! Úgy lesz, apám, úgy lesz. Ezen mi egyáltalán nem csodálkozunk? Nem. Olyan csodálatos volt.
olyan kedves és szeretett a helyet. Akárcsak én, igaz, mama? Igen. De az óra kíméletlenül jelezte az ítélet, és én szaladtam, hogy csak tudtam. És a herceg? Ő kétségbe esetten kiabált utána. Nem akart szemedre téveszteni. És akkor nem látta a visszaváltozást? Nem, az szerencsére nem, de történt egy kis baj. Baj? Mi minden baj? Mondjad már, mert meghalok a kíváncsiságtól. Na, fogadjunk, hogy elfelejtetted a sajtos bugyit. Puszti! Persze. Tudtam, hogy ez lesz. Én meg halljak éhen, mi? Szóval, amikor éjfélkor elindultál a palotából, és a sietségemben rohantam le a lépcsőn, ott felejtettem az egyik cipőmet. Jaj, ez egyértelmű bizonyíték lesz. Nem, dehogy is, hiszen az is eltűnt bomban éjfélkor a varázslattal egy. Igen? Igen. Nem biztos, mert a cipő másik párja is ott maradt nálam. Tehát ez nagyszerű. Ha a herceg a nyomodra akar bukkanni, akkor az ott felejtett cipő segítségével könnyen rá talál. És akkor már csak elő kell venni a félpárját. Álljunk meg egy pillanatra. Most az a jó, hogy a herceg megtalálja a cipő másik felét, vagy az, hogyha nem? Cipőként kérdez. Na? Nem tudom, hát nekem nincs se rangom, se vagyonom. És egyébként is csak egy cseléd vagyok itt a házban. Amupipőke, most nem az a fontos, hogy mi vagy, hanem hogy mi szeretnél lenni. Hát, tudjátok, hogy én mindig is arról álltam, hogy egyszer eljön értem a herceg. Na hát akkor ez eldőlt! A cipőt, mint a személy azonosítás, hogy szükséges tárgyat lefoglalom. És mivel, hogy gyanús alakok is mászkálnak erre, biztonságos helyre teszem! Amú cipőke! Merre vagy, karány? Hát itt vagy. Na, mit elcsorogszott olyan szerencsétlenül? Inkább hidd be a lányaimat, és hozd be a reggelit. Igen, is anyám. Lucifer? Ha! Még van egy utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodhatunk. És mi? Soha nem vagy. Ha-ha, mi sem arra végetek? Meglátjuk ki az erőset! Hogy merészed felébreszteni a legszebb álmomból? Ne várj! Én még életemben nem keltem ilyen korán! Lányok, elég a nyávogásból! Óriási híreim vannak számotokra! Az egész királyság látható! Minden pillanatban itt lehetnek! Kicsodák! Adj, hogy kicsodák! Hát a herceg és a főkomornyik egész éjjel nyomoztak! Mi van, nyomoztak? Igen. Éjjel aludni kell, nem nyomozni. Azután a lány után érdeklődnek, aki a tegnap este bálon elvesztette a cipőjét. Azt mondják, a herceg halálosan beleszeretett. Kicsoda? Kibe? A herceg abba a lányba. Te ügyetlen is, cseléd! Szeretesz-e nyomban azt a segíts a lányainak felöltözni? Ugyan minek? Hogyha a herceg azt a lányt szereti, akkor mi minek strapáljuk magunkat? Szerintem is. Bár a főkomornyik is szép szállegény. És hát az iparmané. Nem az a lényeg. Még van egy utolsó esélyetek arra, hogy herceg kisasszonyok legyetek. Ugyanis senki, még maga a herceg sem tudja, hogy ki az a lány. De mi tudjuk, mi tudjuk. Amúgy ki az a lány? Lucifer! Mi volt ez a cincogás? Cincin! Egerik vannak a házban! Hát, nagyon remélem! Szóval, egy félpár cipő az egyetlen nyom, és királyi parancsra felkutatják az összes hajadon lányt, és akinek a lábára illik az a cipő, még ma este a herceg feleségül lesz. Feleségül lesz. Úgy bizony! És ha egyikünk lábára sem megy fel az a cipő? Felmegy! Meg kell, hogy menjen! A lényeg, hogy 5 másodpercig a lábatokon maradjon. Többi bízátok rá. 5 másodperc, ez simán lehet. Jól van, akkor ha úgy, gyere segíts öltöztetni. Gyerünk. Igen, át kell öltözni. Így nem állhatok a herceg elé. Hát ennek meg mi baja volt? Mi viselkedik, mint egy elmebeteg? Biztosan agyára ment a sok házi munka. Nem ismerős nektek valahonnan ez a különleges báj, ez a ritka kellem. Hát persze, hogy nem. De nekem így kell, Lucifer. Na, most már jöhet a herceg.
Na más megyetek átöltözni! De én még életemben nem öltözkedtem egyedül! Jaj, ne nyomfogjál már, vagy segítek, csak itt lesz befelé! Nos, a cipás! Most eldől, hogy költözünk a palotába vagy sem. Remélem tudod, hogy dolgod. Nincs több gyermekem, csak ez a kettő. Milyen kár!
És olyan hölgy sem tartózkodik a házban, aki az ön lányaihoz hasonlóan szintén adósorban van? Nincs, sajnálom, felsen. Nos, hát akkor további szép napot, hölgyeim! Elnézést, felsen! Megengedi, hogy én is megpróbáljam tetszik. Nocsak, micsoda a kincset rejteget előbb hatás? Nos, én nem rejtegettem be. Ő csak egy cseléd. Egy koszos cseléd. Egy butaliba. Felesleges időtöltés. Majd meglátjuk. Tóbiás, a cipő. Mit feltél? Ja, a cipő! Én csak megtűntítottam belülőbe. Jó, van, hogy jó legyen. Semmi kétség. Te vagy az, akiért az egész királyságot felmutattam. Na de felség, mi a bizonyíték arra, hogy ő a keresett személy? Hát, elég ekkora méretű lábasok, fiatal lánynak lehet. De van valami felség, nem kéne valami egyéb bizonyíték? Elnézést, a cipő párja, ja? Elegendő bizonyíték lesz. Tökéletesen. Most már nem hagyom, hogy eltűnt. Most azonnal magammal visznek. Tóbiás, indulunk a palotába. A palotába felté! Kérlek, kedvesem, mert jó apám már bizonyára a türelem. Igen, jöjjön, hogy Tóbiás. Nekem nem csak én megyek talán, de nekem most már mennem, mert várja a feltét a jelentést. Meg ne szólaljatok! Nem vagyok kíváncsi a szánalmas magyarázkodásatokra, hogy miért baltáztátok le életünk nagy lehetőségét! De most... most új életet kezdünk! Mert hogy felváltva fogjátok végezni a házi munkát! Ella, tiéd a mosás, a nappali, az én hálószobám és a sajátod! Velem megy a konyhába, a kertbe, a fürdőbe, a vendégszobába és a sajátod! Végeztem! Ez nem is! Gondoskodjatok egész csapdákról is! Az egész házban! Takonyhoz már nem várjuk meg! A palotában a helyünk, hogy szemmel tartassuk a kamufüggőket. Úgy bizony! Kivessünk, lemetjessük az esküvőjét! Emlék ánkba! Gyerünk, gyerünk!
come on, no.